akkor ismételten tisztelettel köszöntjük minden Bolyai Gábort, az Allergiaszek mesterét, és a sajtó képviselőt, az ünket az Allergiaszek mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Úgy tűnt, hogy egy időrend a sok volt, ahol az Allergiaszeket gyorsan bekapott volt, de aztán nagyon jól visszajött a csapat a mérkőzésbe, és voltak a meccsnek olyan szakaszai, amikor kifejezetten úgy uralja a találkozót. Ezek után gyors gólváltást követően is nulla ponttal. Hogyan értékeli csapat a játékát, illetve az eredményt értelemszerűen ma este? Sziasztok, jó estét, üdvözlök én is mindenkit. Az eredményt az sem, hogy a kiraktunk, úgyhogy azzal is szokszik el. A játékunkkal én úgy érzem, hogy két percet leszámítva durván fogalmazok, én is azt mondom, hogy két percet az elsőt, illetve a nyugodt gólunk után két percet leszámítva a csapatjátéka rendben volt. Rengeteg szer eljutottunk kombinatív a 16-osáig, vagy akár a 16-osan belülre is. És én is úgy érzem, hogy az időnként még a felingést tudtunk játszani, ami már nem azt volt. És mégis nem tudtuk megtartani az egalizálás után az eredményt, vagy esetleg még abból erőtlenítve ugye a győzelem felé venni az irány, mivel azonnal történt a második gól is, és utána pedig én azt éreztem, hogy inkább a második gólunk után, amit kaptunk, ott egy picit volt az sokkoló, és abból jöttünk nehezen vissza, utána nehezen alakítottunk ki helyzeteket, ott inkább elkezdtünk kapkodni. Az egyéni gólunk után türelmesen futballoztunk, és tényleg azt gondolom, hogy tetszetős opciókat vezettünk, de nem fér bele két perc sem, és nagyon sajnálom a játékosokat, már nagyon sokat melóznak, nagyon sokat dolgoznak, de egyszerűen ezek a minőségi befejezéseket nem akarnak sikerülni. Szerencsén sem volt a kapufát tekintve akár most ez egy ilyen periódus, de úgy győzelmi kényszerben vagyunk, és ez azért nagyon osztó, hogy ilyen fiatal csapat számban. Csak egy gyors kérdés, azért a két gólt látva logikusan merül fel az emberben, hogy ha ott lett volna Bocsi a védelem tengerében, akkor hogyan alakulnak a dolgok? Hát több sebből éreztünk azért, hogyha valaki figyelni a csapatot, a Bocsi Attila, Tartin Matyi, a Gergényi Bence, kiestek, a meset nincs, most már jöttek óta, voltak más problémáink is, vannak sérülések. Egy csere volt, ugye mindösszesen aki rendelkezésre állt, egy cserejátékos. Ott van Attila, nincs ott Attila, ezzel nem szabad foglalkozni. Inkább azt mondom, hogy erre a csapat jól reagált ezekre a helyzetekre, erre a szituációra, vagy a héten azért meghatározó játékosok távoztak, vagy távozóban vannak a csapattól, és akik lehetőséget kaptak, azok azt mondom, hogy ők is ezzel. De mégis úgy fogom a hiányi érzetünk be az eredményt tekintve, és nyilván emiatt pedig ez az egész, ez egy kicsit így hányható képet mutat. Köszönjük szépen, Sarkó részéről van is örökben. Simon Zoltán, mvr.hu. Említetted, hogy akár a győzelem is benne lehetett volna a meccsben, illetve volna a legfontosabb szegmens ez a kapodul után, a második kapodul után. Mondtad, hogy távozóban lévő a játékosok, amit Ajtó Mátyással utalhatták, gondolom én, és hogy a pótlásokkal mi a helyzet, ugye Bocsi, Ajti, mert darabszámra is a több csere, az nagyon régen volt a pacinak. Az első nyomat. Ugye győzelem, ez már, hogy néztem most így a statisztikai adatokat, mert kapura növés, vagy a birtoklás, veszélyes rámadás. Igen, az mindzete fölén nagyon. Igazából nyilván, ha hamarabb tudunk egyenlíteni, mert én szempontból mindenkivel egyetettünk, de azt jelentett, hogy azok a lehetőségek, amik az első félben megvoltak, abból sokkal minőségi befejezéseink lennek, és azért talán egyszer vagy kétszer kellett az ellenfél kapcsán küldeni, tehát ott meg voltak ugye a kidolgozott helyzetek, abból nem tudtunk olyan veszélyt teremteni. Az pedig, hogy ugye visszajönünk egy ilyen sokkos hét után, egy első percből bekapott gól után a mérkőzésből úgy, hogy fölénybe tudunk játszani, ami azért ebben a helyzetben azt gondolom, hogy egy nagy dolog. Ilyenkor nem szabad
hogy kiadjunk rögtön egy ilyen szituációban, amikor életlenül mi kerülnénk fölénybe, és gól tudunk rúgni a jó játékból, nem követhetünk el ilyen hibát, hogy megint visszazolnunk, és megint ezt a helyzetet kerülünk, azért ez egy rutinosabb, erősebb csapatnál is szerintem komoly nyomot hagyott volna a játékban. Igen, nyilván itt a Matyi az egyik olyan játékos, aki ugye ráadásul pont az Unikestán a egyeztetések miatt most már nem lehetett köztünk be. És az ő pótlásuk, nem bízom benne, hogy hamarosan megoldódik, ezen dolgoznak a vezetők, hogy ez minél gyorsabban. Még ő járni, igen, még most nagyon bízom, hogy a Fradi meccsig ez realizálódni fog. Nyilván ez is olyan nehéz dolog volt, hiszen az Attila is úgy került most el Törökországból, de a héten érkezett akkor az ajánlat. Úgy tűnt, hogy ő maradni fog, úgy tűnt, hogy őre számíthatunk az őszi szezonban, viszont jött egy olyan ajánlat, amit tud nem tudok visszautasítani. A pótlásán nyilván nagyon nehéz volt így egy nap alatt dolgozni, úgy játékost hozni, akit már meg is tudunk tenni, építeni. Ráadásul majd van még egy betegség, egy sérülés volt reggel, amivel megint nem tudtunk számolni. Olyan poszton kellett játszani a Kovács Barnán, a belső idő poszton, amit most játszott először élesben. Hát jelenleges több problémánk is volt, és a csapat mégis visszajött a meccsbe, és tudott jó periódusokat próbálni. Aztán megváltozott. Egy kérdés. Cserhát András, Nemzeti Sport. Ez hogy élet meg amúgy búcsátékosok távozott, nyilván azért természetesen bőrödött, tehát ez egy nem egyszerű szituáció. Nyilván a klub érdeke is számít, de... Nyilván egy egyszerűnek ez nem egy kérdés. Igen. Azért is nehéz, mert tényleg én nagyon biztosan a csoportban, és tudtam azt, hogy ezek a srácok, ezek ott dolgoznak érkezben, és ott az, aki bármit így most, hogy kicsérhetem a csapatról. Mondhatom, hogy büszke vagyok rájuk, mert nem büszke vagyok. A eredményességben nem párosul, és ugye mindenki ezzel foglalkozik. Az edző lelkével is még meg nem is kell, azzal foglalkozunk, hogy saját magunk. Nehezen élem meg, de tudom azt, hogy a vezetők nem kielősítják a csapatot, hanem próbálják megfelelően pótolni a távozókat. És nyilván ez a célja egy ilyen kis klubnak, mint az Olegerszeg, hogy egy nevelő klub legyen, és játékos transferbe is produkáljon bevételeket, amit most meg tud tenni a klub. Erre nagyon nehéz felkészülni, és nagyon nehéz ilyen gyorsan reagálni. Azt tudom csak mondani, mint az előbb is, hogy bízom benne, hogy nagyon rövid időben az orvosomban lesz, és a kerettel meg fel lesz töltve, és lesz időm arra, hogy ezzel a csapattal megfelelő létszámmal, megfelelő tendenségű kerettel vigyük meg a bajkérdését. Köszönjük szépen Bújé Gábor értékelését, és természetesen további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A győztes csapat edzői, és folytatjuk a sajtótájékoztatót. A Mezőkövesd elleni meccs után arról beszéltünk, hogy minden statisztikai összevetésben sokkal jobb volt a csapat, és mégis vesztettünk két pontot. Most számos statisztikai adat van, a Zalaegerszeg jobban bizonyult. Ehhez képest nézd meg a három pont és a győzelem. Hogyan kell értékelni egy ilyen mérkőzést? If you look at the game, how they played, I think that they were a better team. Not only because they were attacking almost 90 minutes, because they looked organized. We were fighting with 10 guys defending. I think after first goal, after 2 minutes, that some of my players were thinking that the game will be easier. Without aggressivity, after we gave them space, time, and they know how to play. Especially when Vincent Renault was out, we lost total aggressivity, especially in the middle zone, apart from the player. Didn't win duels, we didn't win second ball, and that was the problem. Offensively also, maybe in first half we had after goal a few good situations, but we didn't finish in best way. And then how the time was going, also the second problem was Christian Tamás. Definitely some guys were
more tired, I couldn't change them. Let's say that we were a little bit also lucky in some situations. I didn't see confidence in my players, especially in the second half to play. It was a very difficult weather, and also for Zalegers it would be more difficult if they had to run to the field. But we didn't want to play, just to kick the ball and make sure we kick the ball to them. In the end, I must be happy. I said before the game, 3 points is priority today. We know that, and that I congratulate to my players. And thanks to the fans, they were always on the best level. Nice support all the game. Ha megnézzük a találkozót és azt, hogy hogyan játszottak a csapatok, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy az Allegerszeg volt a jobb csapat. Végig szinte 90 percen keresztül támadó szellemben szervezetten játszottak. Mi elsősorban inkább a védekezést rendezkedtünk be. Ez valószínűleg azért is lehetett, mert az első percben megszerzett korai vezetés után nagyon sokan azt gondolhatták, hogy ez egy sétagalop lesz, könnyen meg fogjuk nyerni a találkozót, nem kell nagyon párharcokat megvívni, nem kell agresszívnek lenni. Így is játszottunk, területet hagytunk az Allegersnek, hagytuk, hogy fölérünk nőjenek. Tényleg azt láttam, hogy gyakorlatilag hagytuk őket játszani a saját játékukat, és nem igazán tettünk ez ellen. Az különösen rosszul érintette a csapatot, amikor Romo volt sérülés miatt le kellett hoznom, ezzel a középpálya is teljesen elvesztette az agresszivitását, nagyon távol voltunk az ellenfél játékosaitól, nem fogtuk őket kellőképpen, nem nyertük meg a párharcokat, általában nem mi gyűjtöttük be a lecsorgó labdákat, és bár a második fél időben azért volt egy pár lehetőség, vagy jobb szituáció, amelyet sikerült kialakítanunk. A lezárások ennek ellenére nem voltak megfelelőek. Utána Tamás Krisztiánon volt a sor, ő sérült le, és bár láttam, hogy a játékosaim egyre fáradnak, nem nagyon tudtam cserélni. Én azt hiszem, hogy jó pár helyzetben a szerencse is a mi oldalunkon állt, mintha nem lett volna a játékosainkban önbizalom arra, hogy megfelelően megbírják ezt a mai találkozót. Tovább nehezített a helyzetet persze a nagyon meleg időjárás. Az volt az érzésem, hogy az Allegerszeg támad, mi pedig gyakorlatilag csak a labdát tartjuk, a labdát járatjuk. És nagyon elégedettnek kell lennem, hogy ennek ellenére a prioritás az megvalósult, mi pedig a 3 pontnak a megszerzése. Ezt megnyertük, ezért gratulálok a játékosainknak, és köszönet a támogatásért, a szurkoló támogatásáért, akik fáradhatatlanul a legjobbukat nyújtva folyamatosan biztatták az együttest. Köszönjük szépen, ami nem hangzott először, a Lucia fordít szokás szerint most is, mint mindig. Van egy kérdés? Igen. Simon Zoltán Ember, pontul azt mondta a mester, hogy bizalom hiányán köztetek a játékosai, ez a Paks elleni vereség fogta meg a csapatot, vagy ez a tényleg szólt. Viszont a kapott gól után meg nem omlott össze a csapat, egyből reagált. Ez akkor minek volt köszönhető? Because we actually are not player. You know, it was not something that we played and came in that situation. You know, somehow we get there and one of our situation numbers one and scored the goal after 1 minute. But I don't know. You know, it's, definitely that the receivity what we are missing from the beginning. That's one of the things that simply we are to concentrate like we want to play but we are not playing, and without the receivity we cannot. I don't understand this question. I mean, I understand the question, you are totally right, but after the first game we spoke about that we can go, and from the beginning of preparation also I spoke about that this team had to go. In this club,
you are tired, you are, I don't know, a little bit injured, you must go with this fast, with this atmosphere. And that's why players have to understand. And that one of the problems, that in some moments if we are tired, simply we feel that we can stop and that we can give up. I said that they must change some things in their heads. There is a lot of players from last year. Definitely they have quality. Actually, they have potential. I said that they must change some things. And that then we can be the team who can win the games. Even in Paksha, I said after the game that we are coming back. In comfort zone, when I'm tired, I'm tired. I'm not trying. And I will do what I can. Here, you must do. You know, there is no I like or I have to. You must do some things. You must win the games. Today we won the game, that was the most important. But I don't like that, again, I have to push the players, that they don't feel that if you stop, if you are walking, especially some of the best players, if they are walking, if they are not giving the best, and then some younger guys, they have a problem. Let's think that you cannot train, you know, because in training you can see a lot of potential, a lot of quality. These things you must change in your head if you want to be a team who will not who will fight for something. You know, definitely, how after the game against Fiji, after 30 minutes, even Pushkar second half, that someone can say that we don't have quality. We have quality. We saw that quality. Just I feel sometimes that we are not playing for Budapest, we are playing for ourselves or for something that we like. And that's what I try to change. You know, even if you want transfer or you want to play for I don't know what, if Budapest is not good, you are not definite. And motivation must be teamwork, team fight, team win. There is in front of us many games and everybody will have his moment. It will come sooner or later for everybody. But if you are thinking only about that moment today, then we are not a team, then we have a lot of individual motivations, but it's not good. Ez egyetlen egy játékosnak volt nagyon gyors reakciója, nem egy kidolgozott helyzetből megszerzett vezetés volt. Oda került hozzá a labda, egy az egyben volt az emberével, megragadta ezt a lehetőséget és betalált. Az egész mérkőzés kezdetétől fogva azt láttam, hogy hiányzik belőlünk az egészséges agresszivitás, és ez az egyik olyan dolog, amelyen mindenképp változtatni kell. Ugyan megfogadjuk, hogy koncentrálunk, tudjuk, hogy hogyan fogunk játszani, aztán ennek ellenére nem azt a játékot nyújtjuk, amiben megállapodunk. Egyébként teljesen igazad van abban, amit mondasz, és beszéltem is ugye erről már korábbi találkozókat követően is, hogy ez a csapat, ez akkor is, hogyha úgy érzi, hogy kifogyott az energiája, hogyha játékosok fáradtak, valami kisebb sérülés is akadályozza őket, akkor is küzdeni kell, menni kell. Ilyen szurkolótábor előtt, ilyen légkörben egész egyszerűen a játékosoknak meg kell azt érteni, hogy nem lehetnek fáradtak, nem engedhetik meg maguknak azt, hogy leállnak, hogy feladják, vagy csak lézengenek a pályán. És ezt is már hangsúlyoztam, hogy ez elsősorban egy mentális kérdés, amelyet fejben kell valahogy helyrakni. Jó pár játékos van itt az előző szezonból, van bennük potenciál, de bizonyos dolgokat még mindig helyre kell rakni, hogyha egy olyan csapatot akarunk a pályán látni, amelyik győzedelem győzni képes és győzni akar. A Paks elleni mérkőzés után is elmondtam, hogy igen, megint bejutott a fáradtság, nem nagyon akartak kilépni a komfortzónájukból, nagyjából úgy álltak hozzá, hogy jó, hát megteszem, amit tudok, de ennél semmivel sem többet.
de ezt így nem lehet elfogadni, neked muszáj menni, muszáj küzdeni, muszáj robotolni, hogyha győztes meccset akarsz megvívni. Ma megnyertük a találkozót, és ez természetesen a legfontosabb, de egyáltalán nem szeretem azt látni, hogy nekem kell a játékosaimat ösztönözni, nekem kell őket arra sarkalni, hogy ne álljanak le, hogy ne sétálgassanak, hogy ne próbálják meg nem a legjobbjukat nyújtani. Ez egyébként időnként akár a legjobb játékosnál is előfordul, és ez a fiatal játékosok részére, vagy rájuk nézve akár problémát is jelenthet. Ez valami olyasmi, amit nem lehet az edzéseken begyakorolni, hiszen az edzésen azt látom, hogy van bennük potenciál, hogy megvan bennük a kvalitás, és aztán ez a meccsen mégsem érvényesül. Hogyha tényleg egy olyan csapatot akarunk, amelyik valami nemes célért küzd, akkor ezen változtatni kell. Ott volt a Videoton elleni meccs, vagy a Puskás Akadémia elleni meccs, amikor a második fél időben megkaptam azt a kritikát is, hogy hát itt egyáltalán nincs minőség, dehogy nincs minőség. Csak néha az az érzésem, hogy a játékosaim nem magának az Újpestnek játszanak, vagy az Újpest érdekében, hanem hogy a saját kezdtelésükre lárpulál. És hogyha te nem vagy jó, illetve ha az Újpest nem jó, akkor ez azért van, mert te nem vagy jó, aki a pályán vagy. Egyetlen egy motiváció lebeghet a szemed elől, a csapatmunka, a csapatszintű küzdelem és a csapatszintű győzelem. Nagyon sok mérkőzés vár még ránk, és nyilván minden mérkőzésben mindenkinek meglehetnek azok a momentumai, amelyek sikeresebbek és fényesebbek, de hogyha csak ezeket a momentumokat dédelgeti, akkor az nem tesz jót a csapatnak, mert az kizárólag az egyéni villogás, az egyéni motiváltságot jöveli, de nem a csapat szelleme. Köszönjük Vigyel és Mester szokás szerint őszinte és mindenre kiterjedő válaszát, és köszönjük a jelenlét és a sajtó munkáját. További akkor sok sikert kívánunk, természetesen nagyon szépen köszönjük.